Kiscsoportos csoportos munka folyik attól, a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumának 9. osztályában. Épp gazdasággal kapcsolatos memóriakártyákat készítenek, egyiken egy fogalom, párján a magyarázata áll majd. Ilyen játékos formában könnyebben tanulják meg a diákok például a közösségi szükséglet fogalmát. Az osztály másik fele a memóriakártyák előlapját tervezi. A szakképzés átalakulásával egy olyan új projekt alapú oktatás került előtérbe, melyet a közismereti tantárgyaknak is erőteljesen meg kell támogatniuk. Ilyen a magyar, a matematika és például az informatika is. A gyakorlatorientált oktatással új lendületet kaptak a diákok is. Azt tapasztaljuk, hogy a diákok szeretik ezt az újfajta oktatást, a tanároknak nyilvánvalóan egy teljesen új gondolkodásmódot kell maguk, magukévá tenni, egy teljesen új módszertant kell kialakítaniuk, és meg kell újulnunk. És hát ami a legfontosabb, hogy nagyon nagy együttműködésre van szükségünk. Hiszen egy gazdasági projekt elképzelhetetlen matematikai összefüggések nélkül. Tehát meg kell találnia a kapcsolódási pontokat a matematika magyar vagy történelem szakos tanárnak ahhoz, hogy a projektet előre vigyék, és a gyerekek élvezhessék a tanulást. A hagyományos oktatási rendszereket el kell felejteni, mondta a tanárnő, hiszen ezek a diákok már teljesen más gondolkodásmóddal rendelkeznek. Igénylik a tevékenykettetést, igénylik a gyakorlatiasságot. Itt már nem arról van szó, hogy a mi fejünkből áttöltsük az ő fejükbe a tudást, hanem arról van szó, hogy gyakorlatban mutassuk meg nekik, hogy mit is jelent, és legyen egy termék, amit ott meg tudnak fogni majd a projekt végén. A tanárok is nagy feladat előtt állnak, hiszen ezt még nekik is tanulni kell. Feketéné Földesi Judit azt mondja, egyelőre úgy tűnik, bevált az új oktatási rendszer, de idővel a tanárok is ügyesednek, és a módszer is egyre hatékonyabbá válik majd.